Márihó, kinyílt rózsa. Néked szent angyolok, koszorújha. Menj el itt trónodról, tekints le rá. Áldásodat várjuk, édesanyám. Menj el itt trónodról, tekints le rá. Áldásodat várjuk, édesanyám. Örvendez áldott szűk, dicsőséges. Mindenek felett szép, békességes. Boldognak van téged, és magasztal. Minden és a földön, minden angyal. Hogy nyugodtan tessenek helyet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat Ópuszta Szeren, a Nemzet Bölcsőjében, a hagyományosan megrendezett Kisboldogasszony napi búcsún, amit mi itt Ópusztaszeren szobori búcsúnak nevezünk. Ezt a szentmise áldozatot felajánljuk elhunyt Fülepné Tari Katalin lelki üdvösségéért halálának első évfordulója alkalmából, valamint elhunyt Tari István testvérünk lelki üdvösségéért halálának 33. évfordulóján. Továbbá imádkozunk nemzetünk egységéért és békéjéért. Tartsunk bűnbánatot! Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! És a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőséget ér. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te
a világ bűnei. Hallgass meg könyörgésünket, te ott a jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a szem, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell. És testvéréhez, Izrael fiához vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmára kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Anya, üdvözlés! Te szülted a király, ki földet, meget tart századokon át, birodalmas erővel. Szent Anya, üdvözlés! Te szülted a király, ki földet, meget tart századokon át, birodalmas erővel. Az én szívem ünnepi szózattól állhat, zengem dalomat a királynak. Ékesebb vagy te az emberek fiainál, kedvesség ömlött el hajkadon, megáldott téged örökké az Isten. Szent Anya, üdvözlés! Te szülted a király, ki földeteget tart századokon át, birodalmas erővel. Minden javukra válik, hiszen ők saját elhatározásból választotta ki őket, akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akik előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled virradt ránk az igazság napja, Krisztus, a mi Istenünk. Halleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És a teretettel! Evangélium Szent Máté könyvéből! Dicsőség neked, Istenünk! Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszrom, Eszromnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász, Ráhábtól, Boásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Józafát, Józafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Ákáz, Áháznak Ekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalatiél volt a fia, Szalatiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltsa meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a Mikeás könyvéből felolvasott olvasmány így fejeződött be, akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez lesz a béke. Úgy tűnik, hogy Jézus korában is, sőt, még jóval azelőtt volt békétlenség. Ahol emberek élnek, ahol élet van, ott békétlenség is van. Éppen ezért a békétlenségtől nem kell félnünk. Nem az a baj, hogy békétlenség van az emberek között. A baj az, ahogyan ehhez hozzáállunk. Ahogyan ezt próbáljuk megoldani. Orvosolni. Az ószövetségi választott nép, akikről tudjuk, hogy elnyomásban éltek, hiszen a római birodalom
hatalma alatt álltak, felszabadulásra és békére vágyott. És a Messiásban, akit az Isten megígért, hogy elküldi az ő fiát, Jézust, a megváltót, azt várták tőle, hogy majd békét teremt. Rendet rak. A rómaiakat hazazavarja, az ellenséget kiírtja, eltávolítja, és így helyreáll a béke. És nem ez történt. Nem ez történt. Jézus ugyanis másféle módon és formában állt hozzá a béketeremtéshez. Úgy gondolta, és arra hívott meg mindenkit, hogy először mindenki saját magában teremtsen békét és rendet. Mert itt kezdődik minden. Bennünk. A szívünkben. Azokban az érzésekben, vágyakban, tervekben, elhatározásokban, amelyeket magunkban hordozunk. Honnan indul a béke? Isten hogyan kezdi el a béke és a kiengesztelődés megteremtését? Szintén az olvasmányból indulunk ki, Mikéás próféta azt mondja, te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Honnan indul a béke? Betlehemből. Tudják, hogy Betlehemet miként tartották számon abban a korban? Porfészekként. Egy jelentéktelen, kis, semmi városka volt, ahonnan semmi nem jöhet, ahonnan semmi jó nem származhat. És Isten honnan indítja útnak a béke fejedelmét, Jézust? Betlehemből. A semminek látszó kisvárosból. Mekkora dolog ez? A béke megteremtése az alázatból származik. Ahol nincs alázat, ott nincs béke. Ezt az Isten tudja. És minket is erre hív. Ha nem tudunk alázatosak lenni, ha nem tudjuk magunkat fékezni, kontrollálni, ha nem tudunk önuralmat gyakorolni, akkor nincs béke. A béke nem a fegyver ropogások megszűnésével kezdődik, hanem önmagunk fékezésével, önmagunk kontrollálásával, hogy beismerem azt, hogy lehet, hogy kicsi vagyok ahhoz, hogy nagy dolgokat megfékezzek, megállítsak, de ahhoz nem vagyok kicsi, hogy önmagamat tudjam kontrollálni. Önmagamat tudjam fékezni. Mit mondok, mit beszélek, hogyan reagálok dolgokra, és sorolhatnánk tovább. A béke megteremtése tehát kicsiben kezdődik, nem nagyban. Kicsiben. Először bennem, aztán a saját környezetemben, otthon a családban, szüleimmel, gyermekeimmel, családtagjaimmal való kapcsolatomban, a hozzájuk fűződő viszonyaimban. Várhatjuk, hogy a fegyverek elhallgassanak, hogyha otthon veszekszünk. Hogyha otthon egymást marjuk, rágjuk. És aztán ez egyre inkább nagyobbá válik, amikor már minden idegesít, amikor már mindenbe be akarunk avatkozni. Épp itt a papnövendékkel mentünk reggel a 8 órási misére, és szóba került az, hogy milyen pillanatok alatt tudomást szerzünk olyan információkról, amihez egyébként semmi közünk nincsen.
és ez hatással van ránk. Ez az életünket meghatározza. És említettem neki, hogy mi közünk nekünk ahhoz, hogy az amerikai elnök föl tudja venni önmagától a kabátját, vagy nem. De mi ezt tudjuk, mert megnyitjuk az internetet, és abban a pillanatban látjuk, hogy szegénykém hogyan viselk, és akkor beindul a gép. Egy ilyen vezetője van a világnak. Mindenről tudunk. Egy kattintásra. És ez azonnal elindít bennünk valamit. Milyen jó volt, amikor sok mindenről nem tudtunk. Milyen jó volt az, amikor nem avatkoztunk be olyan dolgokba, amihez semmi közünk nem volt. Magunkkal foglalkoztunk. A saját környezetünkkel. Nem kellett nekünk nagy dolgokba beleavatkozni, csak a saját kis dolgainkat megélni, irányítani, magunkban, körülöttünk békét teremteni, és aztán ez szépen megteremtette a nagyobb közösség, és így a nemzet egységét és békéjét is. Isten tehát kicsiben kezdi a dolgokat. Nem keresi fel például Heródest, nem megy el Pilátushoz, a római helytartóhoz, nem mondja azt, hogy ne gyerünk, üljünk le, írjunk alá szankciókat, írjunk alá megállapodásokat, béketeremtő feltételeket, hanem Isten beáll az emberek sorába, Jézus Krisztus által. Különösen a kicsiknek, az egyszerűeknek, az elesetteknek a sorába. Azokat felkarolja, azokat biztatja, lelkesíti, bátorítja. Különösebben nem foglalkozik a hatalmasokkal. Heródessel például nem is találkozik. Pilátussal is csak ott elítélésekor, de szóra sem méltatja. Milyen nagy dolog ez, hogy Isten nem üti bele az órát abba, amiben nem kell. Tudja fékezni magát. Tud ura lenni önmagának. Vannak dolgok, amiben nem kell beleszólni. Hallgat. A csend az sokszor beszédesebb. És ha ezt átvisszük a mai evangéliumra, akkor ugyanerről van szó. József, aki észreveszi, hogy felesége Mária gyermeket vár, mit csinál? Hallgat. A csendet választja, nem a beszédet. Mert kiállhatna és azt mondhatná, hogy ez se különb, mint bármelyik másik lány. Átvert, megcsalt. De nem ezt teszi, csendben marad. És Józsefnek a csendje adja a világnak a megváltót. Mert ha József beszél, akkor Mária halálra ítélt. Mert abban a korban a házasságtörő asszonyokat halállal sújtották. Ha József megszólal és kiteregeti a szennyest, akkor Máriát megkövezik. Jézussal együtt. Akkor nincs Jézus. De József tud ura lenni önmagának. Tud hallgatni, nem avatkozik bele olyan dolgokba, amiket nem ért. Nem akar hozzászólni, nem kommentál. Hány ember van, aki sok mindent nem ér, de azért csak odaírja. Kommentál, reagál. József nem kommentál semmit, hallgat. De az Isten válaszol neki. Nem szavakban, álmában. Mert az Isten álmodik. Isten, aki szereti az embert, az álmot sző az emberről. Istennek álma van, terve van az emberrel. Mint egy atya. Mint egy atya, egy apa, aki megálmodja családja jövőjét, boldogulását. Ugyanígy álmodik rólunk is az Isten. Kérdezhetik, hogy miért olvastam fel Jézusnak a családfáját. Olyan nevek hangzottak el, amelyeket nem is tudom, hogy vissza tudnánk-e idézni. És vizet adjanak neki.
Jézusnak a családfáját olvastam itt fel, hosszan sorolva a generációkat. E különnél külön nevek, amelyek egy-egy személyiséget hordoznak. Isten együtt zarándokol, együtt halad, együtt van úton ezzel a néppel. És ezen emberek között vannak bűnösök, vannak gazemberek, vannak gyilkosok, de vannak szentek is. És milyen szép, hogy az Isten mindenkivel együtt halad. A Szentírás nem hallgat azokról a személyekről, akik hibát, bűnt követtek el. Felsorolja Jézus családfájában azokat is, akik szerintünk nem odavalóak. De az Isten szerint igen. Mert ezek is oda tartoznak. Ezek is hozzá tartoznak. Ezek is leszármazottak. Isten nem fél a bűntől. Isten nem fél az emberi gyengeségtől. Isten nem fél a mi hibáinktól. Isten nem úgy közelít meg bennünket, hogy rosszak vagytok. Megnyomunk egy gombot ott valahol, és eltörlünk mindent. Nem. Együtt megy, együtt halad, együtt zarándokol az ő népével, jókkal és gonoszokkal egyaránt. Mert Isten tudja, hogy a békét azt nem a rossznak a kiírtásával lehet megteremteni. Isten jelen van ott is, ahol a rossz jelen van. Sőt, egészen lehatol a gonosznak a mélységéig. Hiszek egyben azt imádkozok, hogy alászállt a poklokra. Mit keres Isten a pokolba? Mit keres ott? Azokért megy, akik ott vannak. Hogy azokat is felemelje. Hogy azokat is kihozza onnan. Csodálatos pedagógiája van az Istennek. Ahogyan ő a békét megteremti. Nem nagy dolgokat tesz, hanem az ember mellé áll. És az embernek nem a hibáit hántorgatja, nem sarokba állítja, nem megbünteti, nem számon kéri, hanem vezeti. Vezeti az igazság útján, a jóság útján, a szeretet útján. Hogyha mi is békét akarunk, akkor kicsibe kell kezdenünk. Az egyszerű dolgokkal. Nem nagyra vágyóan, azonnal minden változzon meg. Holnapra minden legyen rendben az életben. Ilyen nincs. Bennem legyen rendben. Itt kezdődik. Ha bennem rendben van, aztán a környezetemben is, családomban is rendben, a gyermekeimben is, aztán ez megy tovább, mint ugye a futótűz. Valamit meggyújtunk, ha meggyújtjuk a béke lángját, és azt tovább terjesztjük, akkor az halad, és megy, és megállíthatatlanul megy a maga útján, és előbb-utóbb eléri azokat is, akiket el kell, hogy érjen. De ha egymásnak ugrunk, ha egymás torkát mardossuk, hogyha az a célunk, hogy erővel, hatalommal, minden áron megállítsuk a dolgokat, nem fog menni. Nem fog menni. Isten olyan szép példát ad nekünk. Te Efratai Betlehem, tőled származik majd az, aki kiterjeszti a békét a föld végső határáig. Hát ópusztaszer a mi kis Betlehemünk. A nemzet bölcsője. Egy egyszerű kis falu. Egy kis település. Innen indult el a nemzetnek az élete. Itt született Magyarország. Szép dolog ez, igaz? Itt lent az alföldi pusztaságban. Valamikor a nagy elődök összejöttek, szerét ejtették az ország dolgainak, és kigondolta volna, hogy itt születhet valami. Igen, ott születhet valami, ahol összefogás van, ahol egymásra való figyelés van, ahol egymástól való gondoskodás van, ahol nem a másik elnyomása, hanem a meghallgatása, a párbeszéd, az odafigyelés uralkodik. Valószínű annak idején itt ez történt.
ha ezt tudjuk folytatni, akkor hiszem azt, hogy először kicsiben, és aztán nagyban is megszületik a béke. Amen. Örvendezzünk, kedves testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született, a kisboldog asszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltsunk halhatatlanságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy égi anyánk közbejárására megszülessék a földön a béke. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy betegek és szomorúak is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalája születése. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy kis boldogasszony mai ünnepen mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában négi édesanyát adt el nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Üdvözlít Márió, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, mi már hozzád érettünk bűnösökért, most és Márió, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Hozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedtel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. A boldogságos mindenkor Szűz Mária születésének ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztus.
A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, mindenség, Uram Istenem, dicsőséget betölti a mennyek és a földet. Hozsonna a magasságban, áldott, aki ő az Úr nevében. Hozsonna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számukra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, akikért ezt a szent misa áldozatot felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőn parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Áldott légy ma értem, s minden
Úrhon át. Tudom, hogy mit adtál, több is koronát. Áldott légy ma érte, s minden koronát. Istenünk ad, hogy egyházad, amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közönség, magyarok határon innen és túlról. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark nevében szeretettel köszöntöm Önöket, minden kedves zarándokot, kiemelt ünnepünkön a szobori búcsún. Az ünnepi szentmisén közreműködött a Kisteleki Harmónia Egyesület kórusa Harmat József kántor karnagyúr vezetésével. Az ő előadásuk vezette be az idei esztendőben a Szer Üzenete díjátadást, amelyre hagyományosan a Szent Mise keretein belül kerül sor. Több mint 100 éves hagyományokat elevenítünk fel minden év szeptemberében a szobori búcsún, amikor az Árpád emlékmű, vagyis a szobor szomszédságában Szent Misével egybekötött megemlékezést tartunk. Az ünnep eredeti üzenete Árpád, a honszerző fejedelem, és az ő emlékezetét éltető középkori monostor alapítói. 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. és az első szobori búcsú 110. évfordulója alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szer Üzenete néven kitüntetést alapított. A díjat, vagyis a monostor ásatása során fellelt íjas, ezüst pecsétgyűrű másolatát évről évre olyan keresztény magyar embereknek szánjuk, akik közösségépítő, nemzetmegtartó munkájukkal és példamutató életükkel segítenek Ópusztaszer üzenetét mind több embertársunkhoz eljuttatni. Engedjék meg, hogy ismertessem a gyűrűvel együtt járó oklevél szövegét. Íjat fogtam, hogy célt találjak. Pusztaszer mítoszát Anonymus és a Szeri Monostor szerzetesei teremtették és őrizték. Az újjáélet szobori búcsún szerüzenetét egy itt fellelt gyűrű segítségével kívántuk megjeleníteni. Ahogyan a mítosz, úgy a gyűrű is a monostor kerengőjéből származik. Az ezüst pecsétgyűrűn ábrázolt ősi fegyverben rejlő erő egy magasabb rendű küzdelem jelképe. Az előremutató nyíl és a megfeszített íj belső feszültségi zónájában található kereszt és holdnap ábrázolások a kereszténység és a nemzeti életösztön akaratát szervezik nemes egységbe. Tehát egyszerre érzékelteti használója törekvését az égiek felé egy magasabb szellemiség irányába, és fejezi ki az európai nemzetté vált magyarság evilági céltudatosságát.
A két egymás mellett futó tartalom a lövés pillanatában áll össze egységes képpé megfogalmazott üzenetté, amit az elementáris erővel kirobbanó nyilvessző ezer éves távolságból juttat el hozzánk, ma élő magyarokhoz. Az üzenet közlői magyar emberek, kulcsszereplők, akik életútjukkal és áldozatos példájukkal tárják elénk szer üzenetét. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon a szer üzenete díjat professzor dr. Habil Szakály Sándornak adományozza. A díj átadása előtt a díjazott méltatására tisztelettel felkérem dr. Tóth István muzeológus történészt. Hölgyeim és uraim! Egy megtisztelő felkérésnek teszek eleget, hogy az életút méltatását adjam közre önöknek. Amikor én ezt megkaptam, nagy örömmel vállaltam, hiszen a kitüntetettel több évtizedes jó kapcsolatom van. Ez azt is jelenti, hogy igencsak gondolkodnom kellett, hogy ne túl hosszú, de mégis lényeges dolgokat mondjak. Szakály Sándor 1955. november 23-án Törökoppányba született. Széchenyi Díjas magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese. Általános iskolát Szülőfalujában végezte, majd a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakképzőiskola tanulóként 74-ben érettségizett. 1980-ban történelmi könyvtár szakos bölcsészdiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemen, és közben Eötvös kollégista is. Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos segédmunkatársi állást kapott, itt kezdte tudományos munkásságát. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháború szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politikai és sport története. 1982. január 16-án summa cum laude minősítéssel bölcsészettudományi doktorával tárt. Disszertációjának címe Magyar Tábori Csendőrség 1938-44, majd 1990 óta történettudomány kandidátusa, értekezésének címe a Magyar Katonai Elit 1938-45. 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, értekezésének címe a Magyar Katonai Felsővezetés 1938-45, mely lexikon és adattár egyben. Valamint a történettudomány habilitált doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1991. május 1-től Hadtörténeti Intézet és Múzeum legújabb és jelenkori osztály vezetője lett 1992. augusztus 1-től 97. július 31-ig az intézmény bécsi kirendeltségének vezetőhelyetteseként dolgozott. 1997 és 99 között a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársa, majd 2000. december 31-től az intézmény főigazgatója. Ezután a Duna Televízió részvénytársaság kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke lett. 2004. augusztus 1-től az év végéig a Magyar Országos Levéltár főigazgatóját tanácsadója, főlevéltáros besorolásban. 2005. márciusa és 2006. márciusa között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 2006. április 1-től a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar társadalomtudományi tanszékének tudományos szaktanácsadója, 2007-től szeptemberétől pedig egyetemi tanára. 2009 és 2010-ben a Veszprémi Pannon Egyetem modern filológiai és társadalomtudományi karának professzora. 2011 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktoriskola alapítója, vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese és az NKR rendészettudományi karának egyetemi tanára egészen kinevezésig, kormányzati kinevezésig. 2014. január 2-a óta a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, egyben a Károli Gáspár Egyetem, Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára. 2019-ig. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, 2020-ig, majd 21-től kutató professzora. Két gyermek édesapja, Szakály András 1983 és Szakály Zoltán 1986. Közel két tucatra rúgó elismerései és díjai közül csak kettőt említenék még most meg, a Magyar Érdemrend Középkeresztje 2016, Széchy díj 2021. A múlt század 80-as, 90-es éveitől számítom, annak fordulójától igazából személyes kapcsolatunkat. Akkor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetője volt, de szerintem még nem egészen vezető, hanem munkatárs, de kapcsolatunk már akkor megvolt. Akkor ismertem meg egyébként kollégáját is 1987 körül, Ságvári Györgyöt, aki a magyar egyenruhák, valamint a katonák és egyenruhák kiállítást állította össze a Fekete Háznak Szegedre. Kapcsolatunk folyamatos volt, és meg is maradt végig. Számíthattunk mindig józan tanácsaira, szakszerű lektorálására, például a Móra Ferenc Múzeum militáriájának két köteténél is ez történt. Ugyanígy támaszkodhattunk az első világháborús évforduló kapcsán számos projektben véleményére, tanácsára. Szakály Sándor évek óta segíti az Opus Esseri Nemzeti Történelmi Emlékpark munkáját is. Többek között az ő 6-6-os közbenjárásának köszönhetően valósult meg 2016-ban az Emlékpark szabadtéri néprajzi gyűjteményében megtekinthető Kakastollas múlt című kiállítás, első állandó magyar csendőrkiállítás egyébként. Kiváló embert és jó kollégát ismerhettem meg az évtizedek során. Azt is elárulhatom, hogy a kulináriák terén volt sok közös vonásunk, amelyből persze a bor kimaradt, bár pedig nem a részemről, csak a részéről. Ám az ételek terén képesek voltunk akár szóban is megfőzni képzelt, felvázolt receptjeinket. Éppen ezért én úgy vélem, hogy a szakmaiság mellett, mint remek magánembert is megismerhettem személyben, és elsőként gratulálhatok a szervüzenete díj átadás alkalmával. Kedves Sándor, szívből kívánok jó egészséget, gratulálok az elismeréshez, és Isten éltessen közöttünk nagyon sokáig. A te barátod, Tóth Isten. Felkérem Kertész Pétert, az Opus Esseri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját a díj átadására. Gratulálunk a díjazottnak. Most pedig felállva fogadjuk az áldást. Szeretettel gratulálok én is a díjazottnak, és a szakmai életútját hallgatva, és egész élettörténetét a mai evangéliummal tudom párhuzamba állítani. Mind a kettő ugyanolyan hosszú, és mind a kettőt ugyanolyan nehéz megérteni. De nem is megértenünk kell, hanem értékelni és tisztelni. Éppen ezért örülök, hogy a park vezetősége ezzel a díjjal is elismerte, és tiszteletét fejezte ki a kitüntetett életútja iránt. Gratulálok még egyszer hozzá,
jó egészséget és Isten bőséges áldását kívánom további életére és szolgálatára. Az Úr legyen veletek! És Isten elkedtem! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Istennek legyen hála! Oh.